Trianon címmel kiállításra készülnek Székesfehérváron, ahol az ön alkotásait láthatják majd egy nagyon modern környezetbe helyezve. Mit jelent az ön számára Trianon? Erről az jut eszembe, messziről indítva a dolgot, amit a Salahaddin mond a Mennyei Királyság című filmben, mikor megkérdezi tőle Jeruzsálem védője, hogy mit jelent önöknek Jeruzsálem? És azt mondta Salahaddin, hogy semmit, majd elindul, vagy visszafordul, mindent. Na, körülbelül ez a helyzet vele, ugye hiába én még abban a nemzedékben tartozom, akinek mondjuk neveltetésénre fogva ez nagyon nagy probléma, nagyon a seb volt. Ugye ezt szoktam mondani, hogy mind a négy nagyszülőm határon túli. Tehát én úgy vagyok magyar, hogy én már Budapesten születtem, de az apám Pozsonyban született, a nagyanyám Nagyrőcén született, Felvidéken, a nagyapám, egyik nagyapám az Székely, a másik nagyapám ugyan Somogy megyei, de gyerekkorától fönt élt Pozsonyban, és szlovák nőtett feleségül, úgyhogy ez teljesen érthető, hogy számomra egy nagy veszteséget jelent. A Kárpátok koszorúját nem radírozta le, erről is vallott a történelmi hazával kapcsolatos élményei során. Igen, volt egy rajzfilm sorozat, mondták a magyar történelemből, és ugye ez középkori történetek zömmel, és ilyen középkori jellegű térképecskét csináltam, és ugye nagyon szemet szúr, hogyha mondjuk az ember a Jóisten szemével nézi, nagyon szemet szúr a Kárpátok koszorúja. És ezt az ifjúsági osztály akkori vezetője nehezményezte, és azt mondta nekem, hogy Jankovics elvtárs, ez meg kellene változtatni a hegyek alakját, mert ebből a román és a csehszlovák elvtársak problémát fognak csinálni. Mondom, csináljanak, hát mit lehet emelteni. Megoldódott, elfogadták a látvány alapján, nem kellett ebből semmit sem változtatnom, de azért nagyon jellemző, hogy volt egy olyan idő, amikor a természetet is meg kellett volna emiatt változtatni. Többen nyúltak már hozzá a témához, azért talán mondhatjuk azt, hogy még mindig nehezen vagy keveset beszélnek Trianonról. Egyrészt azért, mert olyan keserű tanulságokkal jár, de nem szívesen. Nem szívesen. Nekem volt egyszer egy korábbi munkám, amikor megírtam a ifjúságomat, ami szintén nem volt valami fényes. Egészen addig, amíg be nem kerültem a Pannonia filmstúdióba, japán börtönbe volt, ez nem volt egy könnyű élet, főleg a családomnak. És amikor megírtam az emlékirataimat, akkor gyomorfekét kaptam. Szóval az ember állandóan abban él, ami nem jó, ami nem örömteli. Úgyhogy ezt valószínűleg nem tudtam volna megcsinálni mondjuk 90-ben. De azért el kell mondanom, hogy a közeledő évforduló ebben szerepet játszott. Méri Gábor, az én kiadóm és barátom, ő volt az, aki felvetette ezt a gondolatot, mondjuk úgy, hogy megbízásszerűen, csak eredetileg ez úgy volt, hogy a Trianon és kommunizmus az két téma. Hát én azonnal a Trianont választottam, egyrészt, mert még a kommunizmusban viszonylag közel vagyok, tehát az nem, nincs rálátása annyira az embernek, meg az nem izgatott valahogy annyira. Szóval ez a magyar ügy, ez a magyar ügy. A kommunizmus megírhatják a lengyelek, a csehek, bárkik, de nekünk ez a mi ügyünk. Említette, hogy ugye ennek van előzménye, hiszen egy kötetre készül, mégpedig a Román Nemzetgyűlésnek a 100. évfordulója kapcsán készült egy kötet, és gyakorlatilag oda készült munkákkal. Erről mesélne egy kicsit bővebben? Igen, hát ez a én kötetem, ugyanis egy viszonylag rövid szövege van, egy 45-50 oldalas szöveg, amiben muszáj valamennyit elmondani, hogy az, aki mondjuk úgy kapja a kezébe, hogy fogalma nincs tulajdonképpen, manapság egyre többen vannak, tehát erre szükség van, de ez egy képes történet, tehát mondhatnám fordítva, hogy a képeket illusztrálja a szöveg. És az alap ötletem az az volt, hogy minden a magyar, középkori magyar királyság összeomlására vezethető vissza. Azok az államok ebben a térségben tulajdonképpen mind nagyon megsínylették, még az úgynevezett első világháborús győztesek is. Ez benne is van egy kicsit a történet, bármint a képek sorozatában, ugye, mert a Jugoszlávia szétesett, Csehszlovákia szétesett, Románia egyelőre még dagadni akar, de nem tudjuk.
mi már nem tudunk tovább kicsinyedni, a Basescu fenyegetőzik néha, de az már nem megy. Szóval, és egyszerűen elindult egy folyamat, egy két éves munka. Tehát úgy kell elképzelni, hogy 265 lap, vannak olyan lapok, ahol több, csupán csak fejek, mert ez is egy izgalmas feladat volt a számomra, hogy nagyon régen nem rajzoltam így. Tehát nekem nem ez volt a kifejezett világom, hogy nekem kapcsolódnom kell mondjuk konkrét személyekhez. Tehát hasonlítania kell Medgyessy Péternek, Nasztázinak és a többieknek, és ugyanakkor olyan figurák, akik a történelemben közismertek, és ugyanakkor azt a látszatot keltik, hogy könnyen lehet őket karikaturizálni, nem így van. Hát nekem hihetetlen nehézséget okozott például Churchill, aki nem negatívan szerepel a történetben, mert ugye vannak pozitív pillanatok is, és ebben ezért sok humor is van. Tehát próbálok humorral oldani, hogy aki végignézi, az ne keserű szájízzel távozzék. Na, ez egy két éves munka volt, először kínlódtam kompozíciókkal, vázlatokkal, és menet közben ez alakul, fejlődik, és Tóth Norbert mondta, egyébként olyan, mintha én suktam volna neki, hogy ezt mond, hogy ez olyan, mintha egy karikaturistának, aki speciál politikai gúnyrajzokra szakosodott, egy több éves vagy évtizedes munkásságából egy válogatás lenne, holott ezt én két év alatt legyártottam. És ez azt is jelenti, hogy én nem minden esetben, de az esetek egy részében próbáltam azt a stílust is megtalálni, ami illik ahhoz az időszakhoz. Tehát a Tanácsköztársaság, mert az nyakig benne van ebben a sorozatban, a Tanácsköztársaságnak is van egyfajta stílusa, és a előtte ennek a bizonyos első világháború előtti egészen más világnak, amikor még királyok vannak, és tele van a kitüntetéssel, és ilyen maskarákba öltözve élnek az uralkodók, annak is van egy világa. Nekem az a szerencsém, nem kellett lopnom, de az a szerencsém, hogy megvan, nagyapám kapta még annak idején a háború előtt, első háború előtt, meg alatt, Münchenből a Simplicissimus című híres politikai, ez akkor abban az időben ez liberális folyóirat volt, és csúfolódott nem csak az Antanttal, hanem csúfolódott a saját magukkal is, hát a németekkel is, a császárral is. Ment. Az egy demokratikus világ volt minden látszat ellenére, és abban volt néhány olyan karikaturista, aki nekem mintaérték volt. Most ez egy külön izgalmas dolog, hogy hogyan tudok én úgy elszakadni tőlük, mert ez segítség, hogyha egész más figurákat kell rajzolnom, de én fotók alapján dolgoztam az internetről, nagy segítség. Arra gondolok, hogy Gulbranson, aki egy nagyon kiváló svéd származású művész volt, aki Németországban élt, és abban a közegben ő halhatatlannak számít. Ő életében nem látta Wilsont, csak rossz újságfotók alapján tudta Woodrow Wilsont lerajzolni. Nekem meg ott van, hogy ezerféle változatban, a filmen is ott látható, tehát egy könnyebb helyzet. De hát közben az ember ezeket nézi, ezért két év, mert ugye a gyűjtés is van, és a két év alatt és lassan megformálódnak ezek a gegek, a gegszerű helyzetek, amiben lehet egy nagyot csípni valakiben, aki megérdemli. Érdekes azt, amit említett, hogy ugye szatirikusan, de azért humorral fűszerezve nyúl hozzá a témához, mert hogy annyira keserű, hogy feloldódjon a végén a látogató. Azért ez ritkasság, hogy Trianonhoz így nyúlnak hozzá. Nem, hát lehet, hogy lesz is a Vízhangban kritika emiatt, vagy amiatt is lehet kritika, hogy magunkat se kímélem. Szerepel benne, jól emlékszem, 4 vagy 5 képen Tisza István, akinek most ugye évfordulója van, mert ő is 100 éve halt meg, és hát van egy nagyon drámai kép, amikor már a golyó ütötte Luk van a fejében, és körülött egy vértócsa, amilyen szétszakadt Magyarországot formál, és a katonák lábai, meg lefele tartott puskacsövek. Ez egy nagyon drámai rajz, nagyon nehéz, őt is egyébként nagyon nehéz lerajzolni, mert egy szép ember volt. De ugyanakkor a szemüveggel ez úgy megzavarodik, mert abban az időben a szemüvegek nem elegáns darabok voltak, hanem munkaeszköz. És akkor van egy olyan rajz, ahol a szobor áll, és körülötte mindenki, aki Aditól kezdve, aki őt bántani akarta, és aki lőtt rá, mindenki. Van egy ilyen rajz, és akkor van egy olyan is, ahol ő könyörög
könyörög a császárnak, hogy ne, tehát hogy háborút ne, és a császárnak meg súg az osztrák külügyminiszter, aki ugye az egésznek a spiritus rektora volt, és tudjuk ugye, hogy Tisza végül is ebbe beletörődött. A szövegben még oldom ezt is azzal, hogy a javára írok dolgokat. Például mindenki azt hiszi, hogy Tisza és Károly Mihály úgy jártak egymással szembe, valóban volt párbaj közöttük, amit Tisza nyert meg. Ilyen fura dolog ez is. De amikor bejelentette, hogy a háborút elvesztettük, akkor idézi Károly Mihályt, de soha nem szokták emlegetni. Tehát a jobb oldalban van egy ilyen, hogy annyira szembeállítja ezt a két alakot, hogy föl se tételezik, hogy ezt érdemes idézni Tiszától. És a Szakály Sándor hívta föl a figyelmet, hogy keresse meg azt a parlamenti jegyzőkönyvet, ahol szó szerint írták le a megszólalásokat. És ott ez benne van. Tehát ilyen gesztusok voltak abban az időben, meg tudta tenni, hogy a úgynevezett legnagyobb politikai ellenfelével ezt a gesztus megteszi. És akkor van benne egy olyan rajz, ahol az akkori vezető réteg, amiben Vekerle Sándor is benne van, Tisza is, még néhányan, Aponyi, akik a lábukat fogják, és előttük a összetört Magyarország. Tehát, hogy ők tartották valamikor Magyarországot, de elejtették. És ez is fontos eleme ezeknek a rajzoknak, hogy nem csak buborékokban van időnként szöveg, hanem képaláírás van, ami kívül van a kísérő szövegen, hanem annyit elejtették. Hát elejtették, hát nem ez történt. Hát szóval ez nagyon összetett dolog. Van egy rajzocskám, nekem a Székely szépapámat, az két román paraszt megölte. Tehát meglincselték formálisan, ez meg van rajzolva, és a szövegben hivatkozom is erre, és van egy másik olyan kép, ahol egy nagy darab román a népviseletben a kezébe egy véres baltával így néz lefele, és a lábára lép egy magyar, és így néz fölfele. Hát már akkor, amikor ez a probléma történt közöttük, már akkor többségben voltak. És ezt egyszerűen nem észlelte a magyar uralkodó osztály, hogy ezen segíteni kell, változtatni kell, így úgy, amúgy. És formálisan hagyták kivérezni, így úgy értem, hogy a magyarok elfogytak, és a románok meg bejöttek. Hát szóval ez nem egyszerűen csak román. Miért a románok hibásak? A románok abban hibásak, hogy véres kegyetlenséggel öltek, pusztítottak, amikor erre lehetőség volt. Ez volt a baj, a nagyenyedi vérengzés. Idézek statisztikai adatokat erről. De a saját hibánkra is kell gondolni. Van egy magyar nemes, ez speciál szlovák a felmenői miatt, mert ugye van egy szlovák nagyanyám, aki a nagyapám kedvéért magyar lett, de a testvérei meg azok már nem, azok maradtak, sőt, elszlovákosodtak még inkább. És egy ilyen magyar nemes ül egy olyan hosszú csibukkal, hogy nem éri el a gyufával. Ugye, mert hosszú. És akkor ott guggol egy, vagy hajladozik egy szlovák szolga, aki gyújtja meg neki. Mert a szlovákok ezt így élték meg, és ezt azért így is kellene, annak ellenére, hogy a magyar egyház ugye tele volt szlovák főpappal, meg hogy a szlovák arisztokráciában voltak jeles szlovákok, akik persze magukat magyaroknak tekintették, és letagadták, hogy ők csak a szkik a végén, a nevek végén ott árulkodtak erről. Na, ugye ezt a fejemre lehet olvasni, mert ha valakit Jankovicsnak hívnak, akkor az biztos nem igazán jó magyar. De hát ki igazán jó magyar, itt könyörgöm. Azt hiszem, én az vagyok. De akkor mondhatjuk azt, hogy amit említett is, hogy valóban egy ilyen, nem csak a rajzok kapcsán, de egy ilyen nagyfokú kutató munka előzte meg ezt az egész hát folyamatot. Mondjuk a adatokat nem, de a magukat, a történéseket ismerem. Tehát az, hogy nem jut eszembe, most se jutott volna eszembe az osztrák külügyminiszternek a neve, mert nekem nem fontos ő személy szerint, de hogyha passzív tudásként bennem vannak ezek a dolgok, de hogy ki volt igazán itt a megrontó abban, hogy a császárt rádumálják erre a hadüzenetre, hát az nem Tisza volt. Tisza tényleg könyörgött, csak aztán mikor meg az van, hogy most már viszont muszáj, akkor meg odaáll, és ő is elmegy a frontra, amikor megbukik, mint miniszterelnök. Tehát ez is egy magyar viselkedés, az úgynevezett úri magyar viselkedés, ami Hortira is jellemző volt, hogy noha tisztában volt, hogy rossz oldalon állok, és ugye szövetséges vagyok,
ez nincs benne a könyvben, ugye Horthy szerepel benne, elég sok rajza, de ez már nincs benne, mert ennek nem Trianonhoz van köze. Annyiban igen, persze, hogy ha egy kicsit okosabbak vagyunk a második világháború idején, például nem állunk oda a német oldalára, akkor igaz, hogy nem kapjuk meg vissza az első-második bécsi döntésnél azokat a területeket, de lehet, hogy később korrigálták volna a jó magatartásunkért, meg ugye a megölt 1 millió magyarért, amit akkor a németek kiirtottak volna, cserébe kaptunk volna valamit. Szóval nem lehetett jól, semmit nem lehetett jól csinálni, ezért igyekeztem az olyan témákat, amelyek nagyon bonyolultá tennék a dolog rajzokban való elbeszélését, azokat mellőztem. Viszont próbáltam beletenni, hát azt nem tudom, hogy ezt ki hogyan fogja föl, olyanokat, ami ez a kicsit szarkasztikus humor, tehát nem úgy humor, hogy ha-ha, hanem szarkasztikus a dolog, és egy jól elhelyezett, egy rövid mondattal, vagy egy-két szóval ki lehet fejezni olyasmit is, ami például a soproni népszavazás. A soproni tűzoltó toronynak egy bizonyos szögből emberarca van. Persze csak úgy, hogyha az ember az óra számlapjába ilyeneket belelát, hogy az a két szeme ott mellette, az ablak, és akkor úgy áll a mutató, és akkor ez egy olyan, mint egy emberarc. És ebből adódott az ötlet, hogy ott volt népszavazás, tehát ő szavaz. És a szavazó láda fölé odatart egy mosolygó magyar címert, és azt mondja az osztrák kétfejű zsasnak, hogy hesmadár. De az is lehet, hogy csak hess, nem tudom már fejből, hogy mi van ott. De az a lényeg, hogy ezzel el tudok mindent mondani. Nem kell túl bonyolítani, mert ugye a vicceknél, vagy mondjuk ugye a gúnyrajzoknál egy igazi probléma, hogyha nagyon sok a szöveg, az már levesz, a magyarázkodás, az már levesz az értékéből a dolognak. Ugye említette most is, hogy az interneten utána tudott nézni, megtalálta a képeket, gyűjtötte, és hogy ez könnyítette a munkáját. Mennyit változott az ön szakmája, mondjuk a digitális fejlődés következtében? Mennyire alakult át a szakmája, hogy látja? A szakmán? Igen. Hát a szakmán nem változott, mert a szakmámat közben félretettem. Ugye közben nem rajzfilmet csináltam, hanem 2 éven keresztül ezt rajzoltam. Tehát ez inkább azt lehet mondani, hogy ez egy kicsit olyan, ami laikusok úgy gondolják, hogy nem lehet kijönni a gyakorlatból. Szokták mondani, hogy aki megtanult biciklizni, az egész életében tud biciklizni, de az egy gyakorlat, nem mindegy. És a rajzolás az ugyanígy van. Tehát 1 hét szünet a rajzolásban már meglátszik. Tehát ha azt mondom, hogy én erre a rajzsorozatra azért vagyok büszke, ebben én nem hagytam olyat, amit nem vállalok. És hát ennél sokkal több volt, én sajnos hajlamos vagyok arra, most is megtörtént, hogy ennyi vázlatot kidobáltam, pedig azok között is voltak viszonylag jók, de az ott a lényeg, hogy azt a látszatot kell keltenem, hogy én mindig így tudtam rajzolni, már 3 hónapos koromban is. Hát ez nem így van, hát azért tart ez 2 évig. Így azt mondja, ember azt mondja, 265 rajz, Istenem, hát ez nem olyan sok, hát az ember naponta megcsinál egyet. Volt egy főnököm, nem mondom, hogy hívták, ő mondta azt, amikor a Rajzfilm stúdióban ugye lassan ment a munka, szóval nem értem. Hát délelőtt egy jelenet, délután egy jelenet, mármint, hogy végigrajzolni. Szóval én délelőtt megírok egy levelet, és délután megírok egy levelet. Szóval mindenki abból indul ki, hogy amit ő meg tud csinálni, az nyilván másnak is nem így van. Szóval ez egy... De ezt úgy kell fogni, hogy ez az öröm. Ez az élet öröme, mert a sikerélmény abból jön csak, hogyha van egy jó munka. Hát ha csak ülök, akkor minek örülök, nem? Szóval a téma okozott ilyen típusú gondot, és még a levegőben van, szoktam mondani, némiképp piccel, hogy engem többé nem engednek be ide, oda, amoda. Ugye a másokból én nagyon sokat járom a Kárpát-medencét, vagy jártam eddig. Hát nagy kérdés, hogy ezt hogyan fogják lereagálni. De igazából véve én nem vadállatképpen bánok az úgynevezett ellenségeinkkel. Inkább ironikusan, és próbálom csak azokat a hibákat kiemelni, már a részükről, vagy bűnöket, amelyek tényleg olyanok, és amit ők se tudnak megvédeni.
Említette, hogy ugye nagyon sok változatot kidobált, meg átnézte, meg szelektálta folyamatosan a két év alatt a sorozatot, akkor ezek szerint egy kritikus alkat önmagával szemben. Hát muszáj. Alkotó ember nem engedheti. Mondjuk, ha egy írott szöveg van, akkor régebben ez úgy, de ma is így van egyébként, hogy megírok egy adagot, másnap elolvasom, hogy mit írtam, és azt mindig javítom, tehát ilyen fűrészfogasan haladok, vagy ahogy mondják, hogy a csiga mászik, hogy visszacsúszik éjszaka valamennyit. Tehát, hogy muszáj, és akkor ez szerint épül. Na most a rajzolás esetében ez nem így működik, mert a szöveg javítása az egyszerű rajzokon nem lehet úgy javítani. A rajznak annak úgy frissnek kell lenni, tehát nem szabad látni, hogy így húztam a vonalat, annak úgy kell kaligrafikusan hatásában olyannak kell lenni, izzadságszagú lesz rögtön, szóval akadozik, röcés lesz, bizonytalan lesz. Azt úgy lehet látni, amikor sokat kellett zsűriztetni, amikor gyerekek jelentkeztek régen a Pannonia filmstúdióba, és jöttek, és így húzták a vonalat, na ebből sem lesz semmi. Hát ez nem megy, de ezt éppen ezért kell sokat rajzolni, hogy a végeredmény ne az legyen, ami a sok ilyen vonalból áll, hanem az utolsó lendületes rajzból. És hogyha másképp nem megy, akkor azért van az átvilágítós asztal, ahol alul meggyújtja az ember a lámpát, odarakja az elrontott rajzot, és akkor azon egy másik lapon, frissen és üdén úgy csinál, mint hogyha ez csak úgy kijött volna a keze alól. De az muszáj, hogy ez legyen a látszat. Aki ellátogat a Fehérváron nyíló kiállításra, mondhatjuk, hogy egyfajta ízelítőt is kap a kötetből, a kötetéből? Hát zömmel kapja, ugyanis a rajzoknak mondjuk úgy, hogy közel kétharmada, nem tudom most átszámítani, 172 rajz lesz kint, valamennyi lesz, gondolom, hogy az asztalon, vagy így úgy, vagy vitrínben, nem, erről Norberttel beszéltünk, hogy lesz még ezen kívül, de az összes rajzból egy pár nyilván nem arra való, hogy ezt így kiállításként rakják. Tehát amikor sem más nem csinálok, csak karikatúrát egy lapra több politikusról, akkor nem ez a feladat, hogy az oda kerüljön, hanem az ott az elképzelésem, hogy a könyvnek az elején és a végén van az a két lap, ami még közvetlenül tapad a borítóhoz, itt a hátsó borítóhoz, hogy azokat tele lehet rakni ilyen kis fejekkel. Tehát kis Masarykok, meg kis Benesek, meg kis Wilsonok, meg kis Chamberlainek, stb. Akartam ilyen keresztmetszetet adni abból, hogy nézett ki az akkori angol vezetés. És akkor ott együtt vannak egy ilyen dekoratív rajzban, ami egy kicsit az epitáfiumok, tehát a halotti címerek mintájára készülnek, fejek vannak karikaturisztikusan, és a kezük ügyében, vagy rajtuk olyan jel, ami az én kritikámat is jelzi. Majdnem minden nagy nyugati hadseregnek volt olyan tábornoka, Cadorna az olaszoknál például, vagy a Douglas Haig az angoloknál, de saját katonáik hívtak mészárosnak, mert annyi ember pusztítottak el a győzelem reményében. A Somme csatában, ahol 100 000 számmal haltak meg angolok, hát persze, hát és ezek a figurák ott vannak, és azt akarják érzékeltetni a nézővel, hogy ne vállalt föl, hogy csak te vagy azért a hibás, ami történt. Mert egyszerűen ez is még mindig tartja magát, ez az aljasság, ugye, hogy mintha a központi hatalmak lettek volna csak a felelősek az első világháború. Ugrásra készen állt minden nagy hatalom, és ez a hülye császár, ahelyett, hogy örült volna, hogy békében éli le az életének az utolsó kettő esztendejét, ugye, mert 16-ban meghalt. Hát tényleg, saját, ma minden, nem mindenki, de sokan mondják, hogy a monarchia az milyen egy értékes államforma volt, hogy sok nép el volt együtt. Igaz, hogy nem problémamentesen, de hát ahhoz képest, mert mindenki emelkedett általa. És én Magyarországról úgy gondolkozom, voltak régebben vitáim, most már ilyenekkel nem foglalkozom, de régebben voltak vitáim a szlovákokkal, vagy akikkel lehetett szót érteni ilyen témában, horváttal, hogy vesztesek vagyunk mindnyájan, mert most akkor ugye még nem lehetett átjárni. Ez olyan időben volt, tehát a kommunizmus vastagjában. No, te ide válsz a Balatonra, és akkor úgy tudod elképzelni, hogyha megkapod,
hogy tiéd lesz, elveszed a magyaroktól. No, ahelyett, hogy abba gondolkozni, hogy milyen természetes állapot volt, amikor egymáshoz járhattunk. Nem kellett útlevél, mert egy ország volt. És az oroszoknál volt ez a szokás, hogy olyanokat mondtak, amikor mondták neki, szegény oroszok, ti nem utazhattok. Szóval a világ egy hatoda a miénk, hát minden megtalálható, ott se utazhattak. Szóval ahhoz is külön engedély kellett, hogy mondjuk egy moszkvai elmehessen Leningrádba. De ezt mondtam általában, hogy Magyarország kicsiben ugyan, de egy kis világ volt. Volt tengere, voltak hegyei, voltak erdői, volt pusztája, voltak folyói, volt egy csodálatos tava, mindenféléje volt, és hát az egy sajnálatos dolog, ugye, hogy mi pont a hódoltságot örököltük meg nagy részt, tehát azon a területen élünk, amit a török nagy rész kipusztított. De hát én úgy tekintek a pozsonyi Márton templomra, vagy a kolozsvári Mihály templomra, vagy az Erzsébet templomra, Kassán, ez a miénk. Nem azt mondom, hogy a enyém, hanem hogy a miénk. Tehát én most már, amióta nem kérdezi a kutya se, ha átmegyek a határon, hogy ki vagy és mit akarsz. És ad abszurdum, még arra is van példa, hogy értik, amit magyarul mondok. Hát azt mondom, hogy ez egy békés világ felemegyek, de azért közben persze csavar a nyomon.